pillanatképek a természetből. Olyan események megörökítései, melyeket a mindennapi ember nem, vagy csak kivételes alkalmakkor lát meg szabad szemmel. A természet fotósai különleges, sok esetben a szó jó értelmében megszállott emberek. Ugyanakkor megmutatják mindazt a szépséget, amit a természet rejt, és amiért a környezetvédelmét zászlójukra tűzők minden erejükkel küzdenek. A Magyar Természetfotósok Szövetsége hosszú évek óta talán Közép-Európa legnagyobb természetfotós pályázatát hirdeti meg, melyre Szekszárdon is mindig nagy igény volt ezeknek a képeknek a kiállítására. Az elmúlt évtizedben minden évben otthont adtunk a díjnyertes képeknek, díjnyertes fotóknak, így 2021-ben is az elkészült pályaművek iránt nagy szeretettel jelentkeztünk, hogy újra kiállító helyszínként jelenjen meg Szekszárd, és nagy örömünkre az első vidéki helyszín lehettünk Budapest után, ahol a díjnyertes képek kiállításra kerültek. Sajnos a Covid ideje alatt ugye ezen a területen is voltak problémák, éppen ezért a tavaly évben csak digitális módon tudtuk bemutatni a képeket, nem a valódi paravánokon lévő mi voltukban, de újra idén újraélesztettük a régi hagyományt, és közel 120 kép látható most itt a Babits Mely Kulturális Központ márványtermében. A képek különböző tematikájúak, alapvetően ugye az élővilág, a természet csodálatos működését, harmóniáját mutatják be, értelemszerűen az állatok viselkedése, víz alatti élet, tenger alatti élet, de az állatoknak az egymás iránti szolidaritása, harca és a mindennapja is csodálatos módon kerültek megvilágításra. A természetvédelmének fontosságát az is mutatja, hogy az elmúlt esztendőben komoly támogatást élvezett a terület. Nem csak az Európai Unió pályázatai vannak jelen a támogatók között, hanem jelentős a gazdasági szféra szponzorációja is az idei kiállítás megszervezéséhez. Ez nagy mértékben mutatja, hogy mennyire fontos és mennyire időszerű ez a téma, hiszen láthatjuk, hogy a Földünk milyen módon pusztul, milyen módon kell egyre inkább az értékeinket védeni, és amikor ezeken a díjnyertes fotókon láthatjuk a természet csodálatosságát, talán mindannyiunkban elindul az a fajta érdeklődés, illetve az a fajta környezettudatosság, hogy mindenkinek a feladatát képezi a természetvédelem. Olyan komoly szponzori háttér jelent meg, amely lehetővé tette ennek a pályázatnak az ilyen színvonalú és ilyen mértékű megrendezését. Tehát ez a komoly anyagi háttér, ez nagyon fontos tényező abban, hogy a természetvédelem ilyen módon is művelhető, ilyen módon is segíti a környezettudatos szemlélet kialakulását. A pályázatra 3476 képet küldtek be az alkotók, ebből választotta ki a zsűri azokat, melyek most a posztamenseken mutatják meg magukat. Ez is mutatja, hogy micsoda fantasztikus merítés és mekkora fantasztikus munka áll ennek a pályázatnak az összeállításában. Az év természetfotósa 2021-et viselő pályázatnál végül is 117 kép került kiválasztásra, amelyet itt valamennyi fotót megtekinthetnek a márványteremben, egészen március 2-ig az érdeklődők.